Eloise rajongók, meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan kell elkészíteni a tökéletes fehér pecsenyét. Kezdjünk is bele! Hozzá is kezdtünk, tűzforró serpenyő, ahogyan szoktam mondani, akkor a legjobb, amikor elkezd füstölni a serpenyő olaj nélkül. A jó sztéknek a titka, hogy előolajozzuk a húst, és következik a kedvenc hang, amit imádok, a sercegés. Ahogy láthattátok, a serpenyőt előbb felhevítettem, hogyha előre adjuk hozzá az olajat, akkor az megég. Másik oldalát is egy picit pirítjuk, majd betesszük a sütőbe 150 fokon 7 percre. Ki is vettem a sütőtálcáról a húsokat, picit pihenni, addig elkezdem a serpenyőmet felhevíteni, habzóvajon fogom átlocsolni. Ilyenkor a titok, felfelé toljuk a sztéket, megdöntjük a serpenyőt, elkezdjük locsolni a tűzforró vajjal, gyorsan megforgatjuk, ó, micsoda szépségek! A pihentetés az egyik legfontosabb dolog, és a forgatás, ne melegedjen túl a húsnak az alja. Az 5 perces pihentetés után meg is nézzük, hogy milyen lett a végeredmény, de előtte adunk hozzá tengeri sót, fekete borsot, gyönyörű lett. Ilyenek kell lennie.